Higgy el, hogyha másképpen döntött volna, akkor a piros lapot kapott volna a Falkától, hogy attól kondult volna itt mindenki. Tehát azt gondolom, hogy jól döntött, folytatjuk is a játékot. Egy, az 52 ellen. És nézzük a 32.000 forintos kérdést, ugye falkatagonként ennyi a pénz. Miről kapta a nevét a híres kubai tánca Habanera? Egy szivarról? A fővárosról? Egy rumfajtáról? Nézzük! A főváros esélyes lehet, hiszen Havannáról van szó. Kérdés az, hogy egy rumfajtáról vagy egy szivarról neveznek-e el kubai táncot? Egy táncot. A fővárosról nevezték el a szivart, vagy a szivarról a fővárost? Jó kérdés. De az is lehet, hogy semminek semmi köze egymáshoz, és nem sokára iszunk egy kupica rumot. Ön hív meg engem, mert 50 millió forintja van, mert jó választ adott, kiejti a falkatagokat, és a falkával, a közönséggel közösen eltáncolunk egy habanérát. Én azt hiszem, hogy megjelenem a B-t. Hiszen egy fővárosról talán hamarabb neveznek el egy táncot. Én csak szugerálom, hogy jót nyomjon. Köszönöm. Ez egy 19. század végi tánc, hasonlít a rumbára. Mi másról nevezték volna el ezt a táncot természetesen, mint Havannáról. Nézzük a falkát, hányan nem tudták? A falka azon része, akik még talpon vannak, hárman vannak? De már négyen. Ilyenkor már lassabban nyomják a gombokat, ugye emlékszik? Azt a mindenit. Még többen. Krisztián 27 játékos tejtett ki. 27 falkatagot. ezer forintot keresett ebben a körben, és van összesen 1.432.000 forintja. Tudja a választ? Tudom, hiszen van még egy segítségem is. Nem csak egy. Úgyhogy... Van még két segítsége, tehát mit választ, a pénz vagy pedig a falkát? Krisztián a falkát választotta. Megyünk is tovább, egy a 25 ellen. Jön a vízválasztó, az 50.000 forintos kérdés. Hú, de sokan estek már ki 50.000 forintnál. Melyik énekes anyakönyvi kivonatában szerepel a Reginald Kenneth Dwight név? Elton John? Sting? Vagy pedig Bono? Annyit elmondok önnek, hogy érdemes szemezni Hegedűs doktorral, aki gyakorló lemezlovas volt. Mind a hárman angol szászok, tehát a név mind a hármójukra stimmelhet. Stimmelhet. Ezek művésznevek értelemszerűen. Én azt hiszem, hogy hallgatok az ösztöneimre, és megjelölöm az A-t. És ha rosszul jelölt? Akkor ennyi volt. És ha jól jelölt? Akkor örülök. Nem szólal. Na nézzük a falka megérzését, a híres első megérzés. Nekik a 6 másodperc az első megérzés, az nagyon kevés idő. Nézzük és nézzük Hegedűs ügyvéd urat. Nem jó. Hoppá. Hányan maradtak? Nézzük csak. Számolja meg nekem. Én ötnek álltam.
Ötnek látja? Ötnek látom. Én is ötnek látom. Öt ellenfele maradt, viszont bekaszált megint 1 millió forintot. Krisztián, van 2,5 millió forintja, majdnem 2,5 millió. 2.432.000 forintja van. 2.432.000 forintja van. Próbálom arra szugerálni, hogy gondolja azt. Tovább, ilyenkor, Krisztián. Ilyenkor szerintem tovább kell menni. Ne is foglalkozzon a pénzzel, illetve foglalkozzon csak az 50 millió forinttal foglalkozzon. Azzal foglalkozzon, Krisztián, azzal foglalkozzon, hogy 1, 2, 3, 4, 5-en vannak a falkában. De ki tudja, hogy milyen tudással? Biztos, hogy nagy tudású játékosokról van szó, és itt higgyel, nem csak a tudás számít, a lélek jelenlét. Én azt hiszem, hogy tartom magam az előző érvelésemhez, és amíg és van... Van még két menekülő. Van egy menekülő. Tehát fölteszem a kérdést, Krisztián. Mit választ, a pénz, vagy pedig a falkát? A falkát. Akkor megyünk tovább. 1 az 5 ellen. €60.000 kérdés következik. Ha a tehén még nem tejel, akkor ő egy üsző, ünő, gyerke. Egyrészt ugye a tehén még nem tejel, tehát gondolom fiatal tehénről van szó. Ennek kellene a szakkifejezése. És szégyen gyalázat, de számomra egyedül az üsző az, amelyik bármennyire is ismerősnek tűnik. Az ünő és a gyerke nem. De egyet azért hagyd mondjak önnek, és ezzel megint nem akarom. Nincs itt se szégyen, se gyalázat. Ennyi pénznél, de alacsonyabb kérdések. Ez nem az a játék. Lehet, hogy vannak ilyen játékok. Itt nyugodtan ki lehet esni, hiszen a kérdések időnként olyan kérdések, amit nem biztos, hogy tudni kell. Persze. De hogyha tudja, akkor az nagyon sok pénzt jelenteni. Ha nem biztos a dolgában, akkor kérheti. Kéri? Igen, eljött az idő. Eljött az idő? Segítséget szeretnék kérni. Jó. Tehát a második menekülő út szabálya a következő. A számítógép megmutat önnek két játékost. Először az egyiket, utána a másikat. Mind a ketten érvelnek a saját válaszok mellett. Nem tudjuk, hogy melyik a jó válasz, és melyik a jó érvelés. Nézzük. Ugye, 5-en vannak játékban. Az 59-es hölgy, igen, ön az. Csak ami bemutatkozással tessék kezdeni, és utána egy válaszsal, majd az érveléssel. Jó estét kívánok, Sára Krisztina vagyok, és szerintem a B az ünő. Mert? Mert az a borjú. Az a borjú. Amelyik tejet ad, tehát az üsző az a bika borjú szerintem. Nézzük a másikat. A 12-es. Kérünk szépen egy... Östét, Ámon István vagyok Kecáról, és én az A választ jelöltem meg. Abszolút tipp, A, B között gondolkoztam, én az A-t jelöltem meg. Mivel foglalkozik különben? Egy burászati cégnél vagyok, jövedéki ügyintéző. Annyival beljebb van, hogy a gyerkét azt kiejtettük. Tehát vagy üsző, vagy ünő. Nekem a hölgy válasza, illetve indokolása az meggyőzőbbnek tűnt. Olyan hozzáértőnek tűnt a hölgy. Annyit még kérdezzük meg, hogy a hölgy mivel foglalkozik? Könyvelő vagyok. Könyvelő. Egyet meg kell jelölnöm, és én továbbra is hallgatnék a hölgyre. Krisztián, jelölni kell. Vagy épp a mezőgazdasággal foglalkozó úriember. Utolsó másodperceit használja el, de természetesen még adok önnek 6 másodpercet. Számolok. 1, 2,